ugye azt mondják, hogy ott valamennyire azért esős napok lesznek. Nem tudom, hogy ezt itt mondjuk Magyarországon mennyire tudsz erre készülni, vagy mit tudom én, ha látod, hogy beborul, akkor gyorsan kiszaladsz edzeni egyet, vagy erre lehet így külön előtte készülni? Tévében követtem az időjárás jelentést, és ahol eső van, oda utazok. Tehát a hegyekbe kell menni ahhoz, hogy esőt lássak, akkor fogom magamat, azt elutazok, nem, viccet félretéve. Erre különösebben nem lehet készülni, arra lehet készülni, hogy szél lesz, mert szél az mindenhol van. Igazából 1000 méterre kell készülni, és a táv az mindenhol 1000 méter, tehát jó, angoloknál nem, de elmérhetik valami, esetleg yardba vagy fontba, vagy mér, akármiben, mert elég furcsa az átváltás, de általában 1000 méter az 1000 méter, és arra kell készülni, szóval azt kell belőni, és nyilván most mondhatok ilyeneket, hogy eső, szél, hideg, meleg, azzal nem tudunk mit csinálni, egy szabadtéri sportágnál ez sajnos benne van, tehát nem fedett, nem feszített víztükör, fel kell öltözni, oda kell figyelni a bemelegítésre, a táplálkozás azért nem mindegy, hogy mennyivel előtte eszel, mit eszel előtte, az izmokat milyen állapotban fűti fel, szóval ezeket mind-mind be kell lőni, gyakorolni kell, meg kell ismerni magadat, aztán a többi meg megy, tehát ott már nem tudsz változtatni. 1000 méterről beszéltél, de hát 200 méteren is indulsz, ott mit vársz magadtól? Nyilván 1000 méteren a címvédésre készülsz, 200-on? 200-on? Hát lehet nekem is jó napom. Szóval azért, mert 1000 méteren versenyzek, azért nagyjából tudom azt, hogy 200-on olyan 40 másodperc alatt kéne végigérnem. Ne, hát ez egy kicsit gyors nekem, de azért lehet nekem is jó napom, és a többieknek meg rossz, szóval elsülhet a kezem esetleg, és akkor egy döntőbe jutás, azt mondom, hogy már az már nagy szó. Tehát egy 8-as döntőbe bekerülni azért nem könnyű feladat, és hogyha már ott vagyok, hát akkor tényleg azt mondom, hogy már megérte beállni. Úgyhogy egyelőre inkább 1000 méterről beszélek, a 200-as számomra csak egy ilyen lottónyeremény, tehát megnyertem magamnak, úgyhogy így effektíve külön nem is készülök rá, hiszen kár lenne az 1000 métert azért feladni. Ezeren kik lehetnek a legnagyobb riválisaid? Hát most eléggé feljött a mezőny, így gyakorlatilag a 8-as döntőbe akárki. Tehát aki be fog jutni a 8-as döntőbe, ott mindegyik képes arra, hogy nyerjen. És az, hogy mennyivel, az már csak az aktuális pillanatban fog eldőlni, hogy ki hogy áll oda mentálisan. Tehát ott, aki oda be fog kerülni, egy német, egy francia, egy spanyol, egy üzbék, egy kanadai, jó magam, tehát ott tényleg az aktuális forma fog, tehát az aktuális agyi tevékenység fog eldönteni mindent, hogy képesek-e koncentrálni, és hogy mennyire koncentrálnak, vagy mennyi hibát ejtenek, ez majd augusztus 8-án eldől.